Jó reggelt kívánok, 8 óra van ez a híradó, az M1-en Székelyáron vagyok. Zabargások törtek ki éjjel a témban, a szerda hajnalban történt tragikus vonatbaleset miatt. A tüntetők a vonatot üzemeltető Hellenic Train közlekedési vállalat előtt demonstráltak, és a felelősök megbüntetését követelték. A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel. A legutóbbi információk szerint legkevesebb 43-an meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek, amikor frontálisan teljes sebességgel ütközött egymásba egy személyszállító és egy tehervonat Görögországban. Az éjszakai járaton több mint 350-en utaztak Aténból-Teszalonikibe. Többségük a fővárosi Farsangi Karneválokról igyekezett haza. A balesetben a személykocsik ki is gyulladtak. A görög miniszterelnök bejelentette, hogy emberi mulasztás okozta a tragédiát. A közlekedési miniszter lemondott, a görög kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Részvétét fejezte ki Orbán Viktor, Kiriákos, Mitsotakis görög kormányfőnek a görögországi vonat szerencsétlenség miatt. A magyar miniszterelnök együttérzéséről biztosította az áldozatokat és családtagjaikat, együtt a gyors felépülést kívánta sérülteknek. Magyarországot háborúba akarják kényszeríteni, és nem válogatnak az eszközökben, mondta a Weltfoghet című svájci heti lapnak Orbán Viktor miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy Magyarország politikai vezetése elég erős ahhoz, hogy hazánkat távol tartsa a háborútól. A lap ma megjelent számában a kormányfő kijelentette, minket leginkább az Oroszország elleni uniós szankciók sújtanak, amelyek felhajtották az olaj és a gáz árát. Az Ukrajnában élő magyarokat pedig közvetlenül érintik a harcok, katonának hívják be őket, és százával halnak meg a fronton, tette hozzá. Kiemelve, hogy ez a háború tőlünk nem messze folyik, ezért akar mindenki békét Magyarországon. A miniszterelnök a háború kimeneteléről, kimeneteléről szólva úgy fogalmazott, azt senki sem nyerheti meg, pathelyzet van, ami könnyen világháborúvá fajulhat. Orbán Viktor hozzátette, a békét akarni kell, Európának képesnek kell lennie megvédeni magát, ezért egy európai NATO lenne a megoldás. Benyújtották a kormánypártok békepárti javaslatukat az országgyűlésnek. A nyolc pontos dokumentumban a képviselők ismét elítélik Oroszország katonai agresszióját és kifejezik a béke melletti elkötelezettséget. Hangsúlyozzák, hogy a fegyverszállítások és szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Közben Menzer Tamás államtitkár az m 1 emlékeztetett. Márkizai Péter a baloldal volt miniszterelnök jelöltje, tavaly azt mondta, hogy ha nyert volna, képes lett volna magyar katonákat küldeni a frontra. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Így kezdődik a kormánypártok 8 pontos békepárti határozati javaslata, amit hétfőn este nyújtottak be az országgyűlésnek. A Fidesz és a KDNP képviselői a nemzetközi közösségtől azt várják, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. Ismételten elítélik Oroszország katonai agresszióját, és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez. A kormánypártok hangsúlyozzák, hogy a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre. Sőt, a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, írják az előterjesztők, akik ez alapján megerősítik, Fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Határozottan kifejezzük, hogy ellenállunk minden olyan külső és belső nyomásgyakorlásnak, amely Magyarországot a háború irányába akarja lökni. A Fidesz és a KDNP békepárti határozata egyértelmű üzenet lesz mindazoknak, akik a háború irányába tolnák Magyarországot, közölte videó üzenetében Hollik István a Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta. A magyar érdeknél nem lehet semmi sem fontosabb, ezért a háborúból ki kell maradni. A háború párti nyomás Magyarországon egyre erősebb kívülről és belülről egyaránt, tette hozzá Hollik István kiemelve kívülről, hiszen az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Ezeket a határozatokat a dollár baloldal brüsszeli képviselői rendre megszavazzák. És belülről, hiszen a dollár baloldal a háború kitörése óta Többször is egyértelműen kifejezte, hogy fegyvereket vagy akár élőerőt is küldene a háborúba. Most mégis arra kérjük őket, hogy változtassák meg az álláspontjukat. És most az egyszer álljanak Magyarország, a magyar emberek és a béke oldalára. Erre esét kínál nekik a békepárti határozat. Emlékezzünk arra, hogy Márkizai Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje azt mondta, hogy ő képes lenne magyar katonákat, ha nyert volna, képes lett volna, képes lenne magyar katonákat küldeni a frontra. Azt mondta, ha más megy, ő is megy. Ha más küld, ő is küld. A jelenlegi helyzet még jobban rávilágít arra, hogy milyen fontos a magyar emberek döntése, hogy nem a baloldal felelőtlen háború és szankciópárti politikusait bízták meg az ország vezetésével. Erről beszélt Mencer Tomás az m a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára szerint, ha a bal oldalon múlna, akkor az orosz gáz sem jönne Magyarországra. A kocsis szakenevű nevű úr, aki Gyurcsány Ferencnek a legújabb sztárigazolása, hát ő maga mondta a saját szájával, hogy a csövet el kell zárni. A magyar éves gázfelhasználás 85% orosz gáz. Ha ez nincs, akkor az ország tönkrement. A magyarok több mint háromnegyede aggódik amiatt, hogy a közeljövőben az orosz-ukrán fegyveres konfliktus harmadik világháborúvá szélesedhet, és Magyarország a NATO tagjaként érintetté válhat. Derült ki a század vég legfrissebb kutatásából. A megkérdezettek ugyancsak 76 a nem ért egyet azzal, hogy az Európai Unió és tagjai több fegyvert vásároljanak Ukrajnának. Továbbá 72 uk ellenzi, hogy az Európai Unió képezzen ki ukrán katonákat. 2022 volt a rendszerváltozás óta a legnehezebb év. Háború, szankciók, energiaválság és infláció is sújtotta a magyar gazdaságot. Ennek ellenére a gazdaság tavaly 4,6%-kal bővült. A foglalkoztatás történelmi rekordokat ért el. Ráadásul a KSH mostani adatai szerint a beruházások is csúcsot döntöttek. Futószalagon sorakoznak a húscsomagok ebben a debreceni húsüzemben. A Hajdúhús 2000 Kft. tavaly összel jelentős kapacitásbővítést hajtott végre. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat új üzemcsarnokában ma már korszerű csontozó és csomagoló berendezésekkel dolgozzák fel az élelmiszereket, és egy modern hűtőház is készült. A több mint 2,6 milliárd forintos beruházáshoz 1 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól a cég. Ennek köszönhetően csak nem 200 munkavállaló dolgozik korszerűbb körülmények között. A célja egy kapacitás bővítés növelés, ami azt jelenti, hogy a napi 800-as vágásunkról fel most már menni egy ilyen napi 1600, illetve 2000 darabos vágásra is. Nyilván ez piacfüggő. De nem a debreceni vállalat az egyetlen, amely tavaly fejlesztést hajtott végre. A KSH legfrissebb adatai szerint 2022-ben csúcsot döntöttek a beruházások. Tavaly több mint 15.400 milliárd forintra, azaz soha nem látott szintre emelkedett a beruházások értéke, a 2021-es mintegy 12.500 milliárd forintról. 2022 volt a rendszerváltozás óta a legnehezebb év, számos kihívás sújtotta a magyar gazdaságot, ennek ellenére tavaly 4,6%-kal bővült a gazdaság és a foglalkoztatás is történelmi rekordokat döntött. Ezt írta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A rekordberuházásoknak köszönhetően tavaly nem csak a foglalkoztatottság, de az átlagkeresetek is növekedtek. Az átlagkereset 17,5%-kal növekedett, ez a 14 félsz ebből, hogyha kivesszük a 14,5%-os inflációt, akkor is 2,6%-os reálkereset növekedésről beszélünk. Az éves infláció fölött emelkedtek a keresetek 2022-ben, az Európai Unióban szinte biztos, hogy nem lesz Ország, még egy, amelyiknél az átlagkeresetek reál növekedni tudott. Erről beszélt Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő az m 1 Fontos mindenféleképp, hogy a, a 20%-os minimálbér és garantált bérminimum emelés tolta föl maga előtt a többi kereseti kategóriát is. Hisz annyira feszes a magyar munkaerőpiac, annyira kevés a még plusz behívható munkaerő, akár munkanélküli, akár az inaktívak mozgósítható. személy. Mense, hogy ö, ahhoz, hogy a cégek tudjanak működni, ahhoz meg kellett tartani a munkavállalóikat, és a, ennek egyik alapfeltétele, hogy a béreket is emeljék. Szalai Piroska hozzátette, van esély arra, hogy az idejében is emelkednek majd a reálkeresetek, főleg akkor, hogyha az infláció decemberre egy egyszámjegyűvé válik. Amíg tart a szankciós politika, mint mondtam, felszámolni nem, de az év végére, a 2023-as év végére egy számjegyűre vissza tudjuk vágni az inflációt. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy az infláció letörése és a családok védelme érdekében eddig 20 intézkedést hoztak. Ebből tíz a munkahelyeket védi, tíz pedig a családokat és a nyugdíjasokat. Bemutatták a pápa látogatásra készült hidatámrázoló logót. Ferenc pápa április 28-a és 30-a között tölt három napot Budapesten. A katolikus egyház már közölte a Szent programját. Pénteken délelőtt érkezik majd a Szent Atya Budapestre, találkozik Novák Katalin köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Szombaton fogyatékkal élő gyermekekhez látogat, majd a hajléktalanokat, a háború elől menekülőket és a szegényeket is felkeresi. A paplászló sportarénában szól majd a fiatalokhoz, vasárnap pedig Szentmisét mutat be a Kossuth téren. Erdő Péter Bíboros azt mondta, a látogatás lelki ösztönzést adhat majd a hazai hívő közösségnek, és talán az egész magyar népnek is. A szent atya nagy örömmel várja a testvéregyházaknak a képviselőit is, erre a szentmisére, vagy akár más vallási közösségekét. Azt hiszem, hogy a idei utazás alkalmával ez lesz a lehetőség. Nem külön személyes találkozókra, hanem egy ilyen közös együttlétre bízom abban, hogy mindez így együtt egyfajta lelki ösztönzést, egy új indítást fog adni az egész hívő közösségünknek, és talán az egész magyar népnek. A pápa látogatás programjaira március közepétől lehet majd jelentkezni a Ferenc2023.hu honlapon keresztül. Az április végi háromnapos program minden eseményét a közmédia csatornáin is figyelemmel kísérhetik majd. Speciális egységek mentették az embereket a Nagyhóban, Majorkán, a Spanyol-sziget északnyugati, hegyvidéki részén, mint egy másfél méternyi hó esett, és több mint egy tucatnyi közút vált teljesen járhatatlanná. A hatóságok több riasztást is kaptak a hótorlasszal elzárt területeken rekedt emberektől. A mentésben és az utak takarításában a csendőrség és a tűzoltóság mellett a spanyol hadsereg vészhelyzeti egysége is részt vesz. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a szokatlanul hideg időt egy front okozza, amely a Baleár szigetek mellett erőteljes lehűlést, szelet és csapadékot hozott az ibériai félsziget jelentős részére. És ez volt a híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Most jön a Nemzeti Sport híradóval környékbencet.